Rosszi Károly 1905. szeptember 4-én Nagymaroson született. Édesapja mozit működtetett a Rákóczi és a Teleki utca sarkán. A gimnáziumban érettségizett. Hírnevet szerzett műkereskedőként, hírnevesebb lett újságíróként. Szerkesztőségekben dolgozott, több mint 20 lapban jelentek meg cikkei az országban. Jelentős literátori munkássága is. Írt vígjátékot, operett, librettót, rádiójátékot, fordított, regényeket dramatizált. Elismert, de éppen Cegléden kevésbé ismert újságíró Rosszi Károly. Ezért is született meg most az írásait tartalmazó kötet, amelynek szerkesztője és a benne szereplő rövid elemzések írója dr. Koltói Ádám. Ismertem őt személyesen, és ugye arra gondoltam, hogy Cegléden nagyon sok olyan ember van, akit már nem ismerünk, akit elfelejtettünk. Például egy kitűnő újságíró, vígjátékíró, sokfajta műfajíró, és gondoltam, hogy föl kéne eleveníteni, meg kéne ismertetni a mai emberekkel, például a sajtósok, hogy itt Cegléden volt egy ilyen elődük, aki ilyen remekül tudott írni. Az ihletet egyébként a családtól is kapta, hiszen ők több kötetre való hagyatékot őriznek Rosszi Károlytól. Több ezer műből válogatva született meg a könyv, tematizálva. Rosszi Károly életművének minél több színét megmutatva állította össze dr. Koltói Ádám. Rosszi Károly veje, dr. Farkas Pál a könyvbemutatón úgy fogalmazott, ünnep ez a család számára. Egy régen vált nagy ünnep. Az az igazság, hogy régen készültünk már erre, és tulajdonképpen az a hatalmas irattömeg, ami írói munkásságának a hagyatékából került elő, az mindig úgy kicsit elijesztett bennünket, hogy is csináljuk. Aztán végül is Ádám volt az, aki megjelentetett a beszélgetéseinkbe egy cikket, ami arról szólt, hogy az elfeledett tollforgató. Ez lett az elindítója a gondolatnak, szülessen egy teljes kötet. Egyenként nézték, válogatták át a hagyatékot, az írásokat. A könyvet Kapdebóladik Lívia is méltatta a bemutatón. Nekem mindig nagyon felemelő egyébként, hogyha olyan gyűjteményt tarthatok a kezemben, amit nem valamilyen közismert író vagy valamilyen népszerű irodalmár ír, de magas színvonalú, irodalmi, igényes műveket tartalmaz. És azt gondolom, hogy ez a kötet, ez ilyen kötet, ilyen irodalmi igényű. A bemutatón, amelyen Tamási Tamás is beszélt Rosszi Károlyhoz fűződő emlékeiről, természetesen magából a kötetből is ízelítőt kaphatott a közönség. Leírta az első mondatot. Mint fényes műanyagszára úgy fűzte fel a következőt.